Ünnepélyes keretek között nyitották meg Kisdorogon a Szent Lőrinc egyház történeti kiállítást. A nemrégiben felújított plébánia egyik termében kapott helyet a gazdag, színes kulturális hagyományokkal rendelkező, három különböző népcsoportot magába foglaló falunak a vallási életéről szóló összeállítás. A tárlatot Felföldi László megyés püspök nyitotta meg, aki beszédében hálát adott ezért az összetartó közösségért és azokért a kincsekért, amiket a helyiek megőriztek és most kiállítottak. Hát én ennek most nagyon-nagyon örülök és nagyon boldogan látom, hogy a múltnak ebből a félelmetes szenvedéséből milyen gyönyörű gyümölcs lett, és hogy megőrizték az emberi méltóságukat, és megerősödtek, hogy itt kell élnünk, itt kell jelen lenni, és hogy mai nap is ilyen egységben, ilyen gyönyörű ünnepléssel, az ünnep az emberi méltóságnak a legnagyobb mutatója. 2009-ben, amikor az 1809-ben épült Kisdorogi templom 200 éves évfordulóját ünnepelték a faluban, jött az ötlet, hogy átmentsék mindazokat a relikviákat, amik értékesnek mutatkoztak, és mindezt továbbfejlesztve, bővítve jött létre ez a tárgyi emlékekben gazdag kiállítás. Nagyon sok olyan régi tárgyunk van, mint az 1841-es feliratú keresztelőkút, vagy az 1874-es feliratú kereplő, amely azt hiszem, hogy a környékben egyedülállóak, és megpróbáltuk ezek köré még azokat a fényképeket, dokumentumokat, egykori levelezéseket és természetesen levéltári kutatás alapján történetet köré rakni, ami egy önállóan is megálló kis tárlat lett. Tehát egy gyűjteményből egy kiállítás sikerült létrehoznunk. A kiállítás kettős céllal jött létre. Egyrészt az ide látogatók betekintést kapnak a gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező falu életébe, másrészt a helyiek számára nyújt egyfajta kapaszkodót, ahol visszatekinthetnek múltjuk egy darabjára.